A Bevásárló utca menedzsment és a tematikus utcák összefogásában a Várunk Vissza kampány keretében a Kult Unió partnereit fogjuk önöknek bemutatni. Itt vagyunk Budapest multikulturális negyedében, a Madách Imre út és a Rumbach Sebestyén sarkán, a konyha és a tele bár és galéria előtt. Az ide érkezőket különleges hangulat, a gasztronómia és a kortárs művészek alkotásai várják. Ötlet talán az volt, hogy galériát akartunk létrehozni, ahol a fiatal művészeknek biztosítunk helyszínt. 10 éve működik a telep, ebből egy szezont a Gosdúdvarban töltöttünk, még akkor teljesen üres volt, azért megkaptuk nagyon jó kedvező feltételek, és a következő szezonban nyitottunk itt ki májusban a Madách téren. Az elmúlt 10 évben több magyar, illetve külföldi kiállítónak is teret adtunk. Havi rendszerességgel váltogatjuk, így van egy kifutás ideje. Az adott kiállításnak van egy finisszázsa is, tehát így egy hónapja van általában egy embernek, hogy meg tudjon nézni egy adott kiállítást. A fent lévő bolt leköltözött, nagyobb helyük legyen, meg közvetlenebb kapcsolatban lássanak a vevőkkel, és ők is nyitva tartanak még vasárnap is most ebben az évben. A Hidegvér magyar design márka, valamint külföldi underground utcai ruházatokat lehet beszerezni nálunk. Konyhába körülbelül egy évvel kerültem ide. A tulajok megkerestek, hogy szeretnének egy reggeliző kávézót üzemeltetni, és ehhez kerestek meg engem, hogy ebben legyek nekik partnerük. Én korábban nem igazán dolgoztam kifejezetten vendéglátásban. A kávé az inkább egy ilyen hobbi és szerelem projekt volt, és csináltam egy barátommal még Bem József utcában egy kis klubkávézót, ami csak hétvégente volt nyitva. Igazából a Fábián Gergő keresett meg azzal, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha ezt az egészet ezt átültetnénk ide, és közösen csinálnánk itt valami kávézót, reggelizőt, bégelezőt, ami este estig tartana, estétől pedig a konyha, mint étterem funkcionálna tovább. És ez az egész el is indult tavaly novemberben, főként külföldiek jártak hozzánk, aztán szépen lassan beépült egy a magyar vendégeknek a köztudatába is, és igyekeztünk erre azért nagy hangsúlyt fektetni. Aztán hát sajnos utána bekövetkezett az, ami most sok vendéglátóhelyet is érint. Ez ránk is hátrányosan hatott. Ezért még mindig javarész külföldiek jártak hozzánk, és az a vendégkör az teljesen eltűnt, úgyhogy át kellett egy kicsit alakítanunk a dolgokat, és jobban megcélozni a magyar közönséget is, ami egyébként egész nyáron teljesen jól működött. Aztán most az újabb bezárások kapcsán szintén ugye visszavetette a forgalomból. Jelenleg csak hétvégente vagyunk nyitva, és kávéval, illetve bégelekkel szolgáljuk ki a vendégeket. Előtte viszont, tehát ugyanúgy napközben bégelezőként üzemeltünk, illetve esténként pedig natur borbárként, ami mellé pedig különféle ételeket is fogyasztattak a vendégek. A bégelek mellett voltak különféle saláták, tapaszok, ilyen kis tányéros ételek, és a natur borok pedig fókuszáltunk arra, hogy a kínálat összerakásakor inkább nem csak Magyarország, de inkább a Kárpát-medence borászait, termőterületeit gyűjtsük össze, és ezt mutassuk be így a vendégeinknek. A jövőre való tekintettel ugye most viszonylag azért még ködös az, hogy mikortól lehet úgymond újraindulni teljes gőzzel, de igyekszünk a megszokott minőségben és hangulatban újra kezdeni a normális életet, és várjuk sok szeretettel azokat, akik eddig is szerettek hozzánk járni.